Az okmány olvasás minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy volt-e már a vendég a szálláson, vagy nem volt a vendég a szálláson. Egyébként a vendég adatai kereséssel meg lehet találni, de ebben a kontextusban igazából nem lényeges, mert az a fontos, hogy okmányolvasó használata a jelenlegi előírások és törvény előírások alapján kötelező lesz, be kell olvasni az okmányokat minden esetben. És a vendégadatok mentésére így nincs lehetőség. Mikor lehet letölteni az okmányolvasó alkalmazást? Az okmányolvasó az gyakorlatilag a mobil applikációnak a része, és ezt a vendége mobil applikációt szükséges majd letölteni a telefonra, eddig még nem volt letöltve, de a frissítést azt amúgy is meg kell tenni. Ha Androidost használ, akkor a Play áruház, akkor a Google Play áruházból fogják tudni letölteni. Hogyha pedig iOS alapú operációs rendszere van, akkor pedig az App Store-ból fogja tudni a vendége mobil applikációját letölteni, aminek szerves része az okmányolvasó. Az nagyon fontos az okmányolvasóhoz, most eszembe jutott, hogy elmondjam, hogy amikor elkezdjük használni a mobil applikációt, akkor fel fogja tenni nekünk a kérdést a telefon, hogy adunk-e engedélyt az alkalmazásnak, hogy a kameránkat használja. Ez minden esetben igen, adunk, mert a kameránkat fogja használni az alkalmazás. Tehát, hogyha valami véletlen folytán itt a nem gombot nyomtuk meg, akkor a telefon beállításainál meg kell keresni a vendégem alkalmazást, és ott újra meg kell erősíteni, hogy igen, hozzáférhet a kameránkhoz, mert egyébként nem fogjuk tudni használni.